Debrecen Rádió, benne pedig kezdődik a mai Vekker. Hello, jó reggelt mindenkinek, jó reggelt Pincés Marianna. Jó reggelt Balogh és Lámilmos, és jó reggelt mindenkinek. 2017. március 7-e kedd reggel van. Hát nem leszünk népszerűek azzal, amit most mondani fogunk, de 6 óra elmúlt, úgyhogy lassanként fel kell kelnie mindenkinek. Nem lesz az annyira szörnyű, majd együtt csörgünk. Persze, mert picit könnyebbé tesszük a legjobb zenékkel. Itt van például már is Szia és a Movie Bari. Egyébként pedig jöhetnek az ébresztések, várjuk a jó reggelteket. 0620 95 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
óra. Mosolyra hangolva. Napjaink és az elmúlt 40 év legjobb zenéivel. FM 95. Debrecen Rádió. Debrecen Rádió. Jó reggelt mindenkinek, ez itt a Debrecen Rádió, 3 perc múlva 4-7 lesz. Jó vekkert, elkezdtük a mai vekkert, ébresztő mindenkinek. 2017. március 7-e kedd reggel van. Jó reggelt, Marcsi. Hello, Vili. Ma különösen csinos vagy, meg kell, hogy dicsérjelek. Köszönöm szépen, mi jutott beléd? Ma ezzel akarod csökkenteni a stresszt, ha már tegnap nem engedted azt a módszert, hát amit megbeszéltünk itt a reggel? Most mondjam azt, hogy igen. Az a baj, hogyha ilyen miniszoknyában jössz, akkor ezzel csak növeled a stresszt. Azért ezt szeretném elmondani. Annyira, kedves hallgatók, annyira nem mini, mint ahogyan Vili bemutatja. Mi minimnek látom, dob a szemem. De a férfi szem az mindig dob a szopnyán mínusz 10 centit. Tehát nekünk ilyen a látásunk egész egyszerűen. Arról viszont nem tehetünk. Ja, jó reggelt mindenkinek, ébresztő. Fölébresztettelek, tessék. A hallgatóink nagyon jól látnak az utakon, ott nem dob a szemük, hál' Istennek, jönnek az első közlekedési annyira hírek. Nem biztos egyébként, mert nagyon nagy köd van. Hajdundánáson a Magyar utcán mérnek, ezt írta nekünk valaki, illetve az M35-ös autópályán a Hajdúböszörményi és a Pródi csomópont között. Bár hát a ködös idő miatt most reméljük, hogy mindenkit visszafog egy picit. Óvatosan. A közlekedési hírek támogatója a Tokai Kertészet, a minőségi virágok értékesítője. És hát tele vagyunk SMS-ekkel, meg Viber üzenetekkel már így kora reggel is. Külön műsorszám most már, hogy ezeket a jó reggelteket így beköszönésként felolvassuk. Gyorsan szaladjunk végig rajtuk, jó? Jó reggelt, Marianne és Vili, Szegál Hajdúsámsonból. Szegál Hajdúsámson, hello, jó reggelt. Aztán Erzsébet is felébredt, küldött egy vicces képet, a szokásos napindító vicces képet elküldte. Van rajta egy nő, aki infúzión tolja magában a kávét. A felirat pedig csak annyi, hogy mindjárt kelek, csak egy pár csepp kell még. Jó reggelt, Erzsébet, neked is. Pontosan, jaj, de ismerés. Jó reggelt. Jó reggelt, Debrecenből. Ezt Gábor írja. Jó reggelt, Debrecen, ébresztő nektek is. Hello, jó reggelt nektek is. Sziasztok, szép napot, jó reggelt, új léta. Ezt Mónikától kaptuk. Hello, Mónika. Hello, új léta. Jó reggelt, Mónika odaírta, hogy ébren vagyok. Ez is teljesítmény ilyenkor kora reggel. Aztán jó reggelt, Marcsi és Vili, Püspökladányban óriási köd van. Ezt Miki írta nekünk. Köszönjük Miki. Jó reggelt, Püspökladány. Óriási köd van. Aztán óvatosan. Írja valaki, hogy a 42-es úton is nagy a köd. Ott akkor óvatosan. Jó reggelt, 42-es út. Sziasztok, Szalonna Bencének őrbe egy csörgős jó reggeltet szeretnék rendelni. Ideje felkelni már. Köszönöm, hát Ákos. Akkor olala, jó reggelt. Hát akkor itt a csörgős jó reggelt. Hello, Bence őrben. Jó reggelt neked, ébresztő. Sziasztok, Kati vagyok Sárándról. Szeretnék ébresztőt küldeni Jocónak Derecskére. Szerelmem, te vagy az életem. Akkor vagyok boldog, ha melletted vagyok, és puszit adhatok. Jó reggelt, életem. Nagyon-nagyon szeretlek. Köszönöm, Kati. Hát akkor Kati és az ő szerelme, Jocó, ébresztő nektek és mindkettőtöknek. Fölébredt Marika Balmazújvárosban, Balmazújváros, hello, jó reggelt! Jó reggelt, hello. És Csikánó is küldött egy vicces képet, egy püspök vagy valamiféle pap van rajta, aki egy nyugtatót tart a kezében, és legyen nektek békés, nyugodt, pont-pont-pont fejektől mentes napotok. Ámen. Köszönjük szépen, ugyanezt kívánjuk. Mi is neked. Nekem is ez jutott. Jó reggelt neked is. Ébresztő mindenkinek, mindenhová beköszönünk, mindenhová elküldjük az ébresztést, írjátok meg, hogy hol hallgattok bennünket, és már repül is a jó reggelt, a jó vekkert. 0620 95 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
menni. Egyébként valóban a látóképi csádáig akkora köd volt, és onnantól kezdve viszont egyáltalán semmi. Tehát így Debrecenig. Ott kezdett akkor feloszlani a köd. Igen. Az érdekes, mert kiléptem az ajtón, gyönyörű, derült az égbolt, picit hűvösebb van, mint mondjuk tegnap reggel, de hát azért mégis egy március eleje van. Mert hát ugyanabban az időpontban indultam el, mint általában. Jó, mondom, itt jó nagy késés lesz belőle.
és hát annyira nem tudtam nyilván nyomni a sebességet, mint amennyire szerettem volna. Ez érdekes, ez meglepett. Akkor kedves hallgatóink, helyzetjelentéseket várunk mindenhonnan, hogy hol mekkora a köd, írjátok meg, hát akkor lehet, hogy ez ma reggel probléma lesz. Itt bent a belvárosban olyannyira nincsen köd, semmi. Hogy én madárcsicsergésben jöttem dolgozni. Már amikor kiléptem a teraszra, már ott hallottam, hogy csicseregnek a madarak, és végig a piac utcán, ahogy jöttem, ott végig énekelgettek nekem. Hát most már sajnálom, hogy nem küldtem neked egy fotót, mert lehet, hogy nem is hiszel nekem. Egy fotót a ködről, amit nem látszott volna semmi. Ami nem látszik semmi. Igen, pontosan. Igen. Mondom, itt bent a belvárosban pedig madárcsicsergés kísért végig a kis reggeli sétámon. Egyébként azon gondolkoztam közben, hogy hallgatjuk a madárcsicsergést, de hogy egyébként tudod, hogy a madarak miért csicseregnek ilyenkor? A stressz miatt, azt hiszem, hogy ők így vezetik le a stresszt, mert hát, a fényt azt gyakorlatilag egy stressznek élik meg. Én azt olvastam, hogy... Ugyanúgy, mint ahogy mi is felkelünk, és nem esik jól. Tulajdonképpen fenyegetik egymást, hogy a hímek a területüket védik a madárcsicsergéssel. Tehát, hogy mi itt hallgatjuk nagy mosolyog, hogy jaj, de aranyosan énekelnek, azon meg ilyeneket énekelgeznek egymásnak, hogy öcsém, ha rárepülsz a cseresznyefádra, hátra köttem a szárnyadat, kitépem a farktolladat. Jó, Istenem. Nem, én azt hallottam, hogy a szamár is azért bőg, a tehén is azért bőg, a kakas is azért kukorikon. Az ember mert... is azért bőg. Igen, igen, mert hogy stresszként éri meg az, hogy fel kell kelnie a fény állapota, akkor ezek szerint a madarak viszont a saját területüket védik. Nyilván sok oka lehet annak, meg hogy miért mi is nem csak azért beszélünk, vagy azért adunk ki hangot, mert mit tudom, és tesztekünk levezetni, nem ezer más oka is lehet, nyilván az állatoknál is másképp van, csak ez ilyen érdekes volt, amikor olvastam, hogy hallgatjuk, hogy milyen szépen csicseregnek a madarak, közben pedig egymást fenyegetik. És azt gondolt, hogy rimi-romi, romantikázmak. Igen, aztán... milyen aranyosak, közben pedig fenyegetik egymást, megvédik a területüket. Hát most már ezt is tudjuk akkor. Na, hát beindult a mai nap, mi most nem csicsergünk tovább, hanem átengedjük a telepet a zenének, jöjjön az All City és a Fireflies. Jó reggelt, ébresztő mindenkinek, ez itt a Vekker. Jó reggelt mindenkinek, 6 perc múlva lesz fél hét, ez itt a Debrecen Rádió, benne pedig csörög a Vekker. Jó reggelt, hello, jó reggelt mindenkinek. Egy gyors ébresztés, szia, derűs, szép jó reggelt, szeretnék kérni ébresztést Katinak Sárándra, puszilom, köszike, Jocó Derecskéről. Jó reggelt, Kati Sárándon, Jocó Derecskéről, nagyon puszil téged. Jöhetnek még az ébresztések egész nyugodtan, mindenhová küldünk egy kis jó reggeltet, 0620 95 95 95 95 az SMS és Viber számunk. A köd okozza a legtöbb problémát ma reggel, nagyon úgy tűnik, bármennyire bizony. Meglepő is ez, innen a belvárosból nézem, mert itt ebből egyelőre semmit nem veszünk észre. De akkor városon ezek kívül viszont nagyon rövid a látótávolság, a lakott területeken kívül mindenki. Van ebből a baj, bőven vezessen mindenki a szokásosnál is figyelmesebben. Igen, figyeljünk oda magunkra, meg egymásra is. Tudod, milyen nap van ma? Kedd. Igen. Ködös. Igen, kérdésköd, igen, természetesen. Meg ma van kérlek szépen a Lottó 60. születésnapja. Isten éltesse a Lottót, korához képest egész jól néz ki, mert hogy 1957. március 7-én volt az első lottósorsolás Magyarországon, ez pontosan 60 évvel ezelőtt történt. Ha valaki mondjuk 20 éves korában akkor nyert, és most olyan 80 év körüli, akkor azt most nagyon irigylem. Ilyen szép élete lehetett. Kérlek szépen, a Lottónak voltak már előzményei akkor Magyarországon, Lutrinak hívták korábban, ezt például ugye a Légyó, mint halálig ból is ismerhetjük. Tulajdonképpen ugyanaz volt a lényege, mint a Lottónak, csak akkor még Lutrinak hívták, és aztán 56 végén hoztak egy rendeletet, ami lehetővé tette, hogy Magyarországon is bevezessék a Lottót, és 57 március 7-én volt az első lottósorsolás. Kérlek szépen, egészen pontosan meg tudom neked mondani, 1.505.546 darab lottószelvényt adtak fel az első sorsolásra. Az első sorsoláson 5 találatos nem volt, heten viszont 4 találatot elértek. De milyen érdekes, akkor még azért nem volt ilyen ereje a marketingnek, és ennek ellenére is több mint 1 millió vagy 1,5 millió szelvényt feladtak. Hát nem is volt ennyiféle játék egyébként, tehát ez nyilván újdonság volt. Hát igen. Ez volt az egy, ami elérhető, nyilván sokan kipróbálták. És eltalált az üzenet, vagy betalált az üzenet. És ez ennek köszönhető a siker. Az első 5 találatost, azt a 6. játékhéten ért el valaki, az április 11-én volt, Budapesten Özvegy Ring Sándorné volt a szerencsés, aki az unokái életkorát játszotta meg, és azzal nyert. Mire tippesz, mennyi volt az első 5 találat értéke? Milyen sokan azóta is ezekkel a számokkal játszanak. Hú, nem tudom megtippelni, fogalmam sincs. Brutális 855 ezer forint. Uh-huh. Ami ma azért már elég vicces ennyire lenne egy 5 találatos szelvényért. Ennyire nem gondoltam. És a legnagyobb nyeremény?
pedig arra emlékezhetsz is. Valahány milliárd. 2003-ban 5 milliárd 92 millió 890.758 forint. Hát ez is olyan 2, nagyon maximum 3 milliárdot tippeltem volna. Te tudod, mondtam, hogy tényleg így van, borzasztó rossz vagyok. Én sem emlékeztem ilyen nagy összegre. De azért az már brutális pénz. Nem kérdezem meg, hogy nyertél-e valaha az ötöst a lottón, vagy volt-e ötösöd a lottón? Azt hiszem nem, de nem is mondanám el. Most így hirtelen nem emlékszem rá. Én, kérlek szépen, én minden reggel megnyerem a lottó ötöst. Na, mivel? Halál komolyan mondom, azzal, hogy amikor sétálok befelé, akkor ott jövök el egy lottózó mellett, igen, ahol mindig nagy betűkkel, vagy nagy számokkal ki van írva az aktuális nyeremény. Most például 1 milliárd 880 millió forint, még kimondani is nehéz, és azt minden reggel megnyerem, amikor ott elmegyek. Alá van érve, hogy te vagy a szerencsés. Igen, és akkor tudom, hogy na ez most szombaton, ez az enyém lesz, mire beérek ide a rádióban, addigra már fejben elköltöttem, már kiosztottam, hogy melyik családtagomnak mennyit adok. Ez a bajod, hogy már előre elköltötted fejben. Igen, és aztán szombatra, soha nem fogod megnyerni. Szombatra úgy elfelejtem, hogy játszani kellene, hogy utána mindig azon izgulok szombattól hétfőig, hogy ugye nem nyerte meg senki, ugye nem esküszöm, jövő héten játszom és elhozom, csak most az egyszer nem nyerje. De számok is vannak a fejedben, amiket megjátszanál? Nem, mert mindig, random kiválasztanál. Mindig úgy gondolom, hogy majd úgy jön az ihlet. Aha. Szombaton majd jön az ihlet, és akkor megjátszom. Tehát arra meg nem jön meg az ihlet, hogy bemenj és megjátsz az összámot. Igen, valahogy mindig kimarad. De a nagy kérdés nekem inkább mindig az, mert megyek, elköltöm egy részét fejben, mire beérek, de a nagy kérdés az, hogy vajon dolgoznék-e utána. Te dolgoznál? Persze. Egy ilyen nagy jelenlőtön? Nem is kérdés, igen. Gondold át azért, hogy az lehet, kérdés, hogy nem napi 8 órát, de 4-et igen. De én nem bírnék otthon ülni. Mit csinálnál egész nap a 4 számolnád a pénzt. Ó, de jó. Tehát én szeretek emberek közt lenni, érnek ingerenciák, megtudok új dolgokat. Most nem tudom elképzelni azt, hogy a 4 fal között ülök, de még szerintem még az utazást is meg lehet unni. Egy idő nem után. Tudom, én nagyon gondolkodom, és nem vagyok biztos a válaszomban. Kérdezzük meg a hallgatóinkat is, hogy ők mit csinálnak, hogy rájuk szakadna a bank hirtelen. Hogy mit csinálnám most komolyan. Tehát mit jó, átgondolom én is. Az év 365 napjában. Jó, meg kérdezzük meg a hallgatóinkat is, hogy ők vajon dolgoznának-e, hogyha rájuk szakadna most ez a 1 milliárd 880 millió forint. Ki hogy gondolja, hogy tervezi az életét a lottóütős után, jó? 0620-95-95-3-95 az SMS-es Viber számunk. Hangában megint új pulcsi van. Ő élet a lottóltos a hétvégén? Mi van most? Na minden eset rövő a terep. Fel van öltözve. Jön a friss hírekkel, utána pedig itt van Enrique Iglesias. Jó reggelt és jó vekkert mindenkinek. 5 perc múlva, 3:45, ez itt a Debrecen Rádió. Megkezdtük a mai napot. Mik az a light dallamok? Jó reggelt mindenkinek. 2017. március 7-e, kedd reggel van. Óvatosan az utakon, mert bármennyire hihetetlen is innen a belvárosból nézve, a lakott területeken kívül hatalmas a köd. Ha kedd, akkor köd, ugyebár. Vigyázzon magára mindenki. Most nagyon betalált. Nagyon leromlottak a látási viszonyok, ezt jelentik a hallgatóink mindenhonnan. Tényleg óvatosan az utakon. De hát azért ennél rosszabbul sose időn a reggelünk, mint hogy el kell költenünk 1 milliárd 880 millió forintot, így hirtelen. Nem, hogy ezzel ébresztedek, hogy mit csinálnál ennyi pénzzel? Most hirtelen elkezdtem gondolkozni a számokon, hogy miket adnék fel. Csak az a baj, hogy én is mindig elfelejtem. Pedig egyébként én szerencsés vagyok, tehát kaparósban én szerintem 5-ször 4-ből biztos, hogy nyerek. Na de mennyit? 200 forintokat? Nem. Általában ezt az 1000 forintosat veszem, most nyilván nem fogom kimondani, hogy melyik az, és azért volt már, hogy több 1000 forintot visszahozott. Mindegy, most a héten ne lottozzon senki, mert most úgyis én fogom megnyerni az ötöst, tehát most reggel elköltöttem fejben, tehát már most muszáj ezt teljesítenem. De rendes vagy, hogy a jövő hétet odaadom bárkinek, de most ezt a hetet akkor légy szíves mindenki. Na és akkor jövő héten találkozunk veled? Ez a nagy kérdés. Hát hétfőn bejövök szólni, hogy bocs, én többet nem vagyok. Vagy a Malibu szigetekre tegyük át a stúdiót, vagy valami hasonló. Írják a hallgatóink, hogy föltettük a nagy kérdést, már hogy 60 éves ma a lottó, hogy ki az, aki dolgozna a lottó ötös után. Jó reggelt nektek, Vilikém, én elhúznék a Malibu szigetekre, hallgatnám az FM 95-ot és röhögnék, közben majd pesgőznék, mint az Argó című filmben Balogh Tibi. Ezt Tibitől kaptuk. Nem tudom, hogy az Argóban is az FM 95-ot hallgatta a Balogh Tibi. Meg rajtunk röhögnél onnan a Malibu szigetekről? Valószínűleg. Ezek meg ott még mindig dolgozniuk kell még. Malibu sziget, hát biztos megszokod egy hónapon keresztül, de aztán mit csinálsz ott? Nem tudom elképzelni. Nem hiányozni? Ja, mondjuk neked nem hiányozni. Feltalálnád magad. Szerintem elég hamar. Én megvenném a szigetet. Ja. Úgy, ahogy van az egészet. Azt írja valaki, hogy dolgozni ne.
Teniszmeccsekre járnék a világ minden pontján, külföldi színházakba, és érje az árujelbe, hogy a Minak színházat ismeritek, majd mindjárt elmondom, mert közben utána néztem. Cirkuszokba, koncertekre, nem csak hotelben lehet elütni az időt, írja ezt nekünk Zsolti. A Minak színház egyébként egy angliai szabadtéri színház, és egy egészen pazar környezetben található. Az ókori amfiteátrumokat idézi meg, és nézd meg, milyen gyönyörű, tehát így a tenger mellett. Megvesszük ezt is. Megvesszük. Jó, jó, hát. Tehát, mennyi? Oké, én megértem, hogy nyilván az ember élvezi ezt mondjuk egy fél évig, egy évig, de hogy utána egész életedben nem dolgoznál, hogy tudnál mondjuk fejlődni? Azért a munka alatt... Hova fejlődjek már? Kinek? Fejlődsz? Fejlődjenek hozzám a többiek, vagy butulja, megveszem a körülöttem lévők, de ezt butuljanak le hozzám. Azt mondja, megvenném a céget, és én dolgoztatnám a főnökömet. Ezt írja Endre. Az igen. Némi bosszút érzek a hangjában. Ezt most remélem a főnököd is hallja. Laci írja, én eddig se dolgoztam, ezen a lottóötösen nagyon változtatna. Valaki ezt írja, én dolgoznék tovább, max félállásban mellette utaznék. Nekem is maximum ez lenne a megoldásom, tehát, hogy mindenképp dolgoznék tovább, csak esetleg nem 8 órában, vagy 10x-ben, hanem 4-ben. De mindenképp vagy dolgoznék. Vagy 2-ben, vagy 1-ben, vagy egy fél órát naponta. Egyébként én is, nekem is azon a fejem, hogy biztos dolgoznék, persze, hát az kell, de körülbelül a második napon mondanám azt, amikor fölkelek. De egyébként pont te, aki munkamániás vagy, nem hiszem, hogy ezt le tudnád. De ezen szerintem ez változtatna. És a második napon mondanám azt, hogy miért is keltem föl? Hát, mi van itt? Nem, kész. De nem igaz, te szereted szórakoztatni az embereket. A Károlyt, a macskádat szórakoztatnál innentől kezdve? Hát tulajdonképpen ugyanaz a műfaj lenne. Mert itt a rádióban se látjuk közvetlenül a reakciókat. Hát gyakorlatilag igen, de hogy ez kielégítő lenne számodra? Nem tudom, azért kipróbálnám. Legfeljebb azt mondom, hogy hát mégis inkább visszamegyek dolgozni. Hogy valaki adjon 1.880.000.000 forintot, hogy ki tudjam ezt próbálni, és akkor legfeljebb azt mondom, hogy hát tévedtem, igen, mégis csak dolgoznék. Na várjál, és még egy Erzsébettől, te drága, olvasd el a Nyertem a Lotton című könyvet, és rájössz, hogy a pénz nem boldog itt, én dolgoznék. Köszönöm szépen, Erzsébet. Várjál, még egy gyorsan. Marika, sziasztok, így nyugdíj előtt, de nagyon fitten dolgozna a fene. Kipróbálnék mindent, nem tudok síelni, korcsolyázni, bungee jumpingoznék. Utaznánk körbe a világban, sőt az űrben is. Kipróbálnám a súlytalanságot, sorolhatnám napestig. Gondoljátok el, hogy kinyalnák még a tepsit is. Kicsit megijedtem, hogy fejezem ezt a mondatot. Vagy én az ujjamat az ízek után. Vinnélek benneteket, és Marci Vili, szép álom, írja. Jaj, de aranyos vagy. De ő már, ahogy írta, ő nyugdíj előtt van. Ez megint más életszakasz. Akkor már lehet, én is azt mondanám, hogy persze, hát most már dolgozik a fene, akkor most már megnézem a világot, előttem van minden. De most így 20 évesen, tehát... Hát pont most. Hát most lenne jó visszavonulni, amikor még egészséges vagy, fiatal vagy, élvezni tudod az életet. És akkor mindig más társasággal mennék, vagy fognék magammal valakit és egy emberrel menni? Akkor azt nem unod meg? Hát nem tudom, én nem tudom. Tehát próbáljuk azért ki, hát nyerjük meg ezt a nyomat. Itt van a családod, a barátaid, nyilván ismerőseid. Nyerjük meg ezt a nyomat 1.880.000 forintot, azt jövő héten megmondom, mondjál, hogy van. Mondjál két számot, az enyém a több, oké, mert azért én magamban jobban bízok, én mondok 3-at, és akkor próbáljuk ki. És megjátsszuk? Játsszuk. Na, kitaláljuk akkor a számokat, jó? És akkor meglátjuk, hogy... De nem mondjuk el senkinek. De elmondjuk, és hogyha hétfőn nem jövünk be, ha hétfőn nem lesz vekker... Hát de most, hogyha megmondjuk a számokat, akkor most még ki tudja, hogy hányan felteszik ugyanezeket. Hát nem baj. Nem baj? Majd jut is marad is. Jut is marad és is. Hogyha a hétfőn reggel 6-kor nincs vekker, akkor mindenki tudja, hogy... Sikerünk volt. Na, gyorsan meg két jó reggelt. Jó reggelt nektek és a Mona családnak. Nyír Mihálydiból a sírköves írta ezt nekünk. Nektek. Jó reggelt, Mona család, jó reggelt. Nyír Mihálydi. Egy cuki emberke, már elmondtam. Megveszünk Nyír Mihálydit is. Pannának sok sikert a felvételihez, Tibinek, a páromnak szép napot. Jó reggelt mindenkinek, Edith Hajdúböszörményből. Jó reggelt, Hajdúböszörmény. Sok sikert a felvételihez. Jó reggelt, Tibi, ébresztő ott is mindenkinek. Na, lehet, hogy kiderül a horoszkóból az is, hogy sikerülni fog a felvételid. Megveszünk Rúzsa Magdit is, ha megnyerjük itt a lottó. Ötöst, jó reggelt, jó vekkert. Ehhez vajon ez a Debrecen szólna? Rádió. Ennyi az van az a pénz, kérdésem. Van az a pénz. Mint 1.880.000.000 forintról beszélünk. Így nő nap előtte egy nappal, ennek szerintem nagyon rosszul örülnek. Hangzik, igen. Jó reggelt mindenkinek, ez a vekker. 3 perc múlva 7 óra lesz, és arról kezdtünk el itt beszélgetni, hogy ma 60 éves a lottó Magyarországon. 60 évvel ezelőtt volt az első sorsolás, és hát föltettük az ilyenkor legalapvetőbb kérdést, hogy dolgoznánk-e, hogyha megny
megnyernénk a Lotto 5-öst. Mert természetesen most rajtunk a sor, és mi fogjuk megnyerni. Mármint, hogy a jövő héten a kedves hallgatók dolgoznának el, mert most ugye mi visszük el. Már gondolkozunk nagyon az 5 számon, amit meg fogunk itt játszani. Nekem már megvan az én 2 számom. Nekem is megvan. Akkor oké. De után. Milyen rendes vagy, hogy egyből beleegyeztél, hogy az enyém lehet. Hét után el is küldjük az SMS-t, jó? Mert lehet már SMS-ben is játszani. Gyorsan 1-2 SMS viszont a hallgatóinktól. A pénz nem minden, attól sokkal több. Sziasztok, Viktor. Nagy igazság, ez nagyon jó duma, ezt sajátként fogom terjeszteni. Én, ha nyernék, dolgozzon, aki rá van szorulva. Sajnos nem lottózom, a sírköves írt nekünk, de ezen hát bármikor változtathatsz. Igen, ezt akartam mondani, hogy éppen itt az ideje elkezdeni. Jó, ha van, nyilván jó, ha van, egyértelmű, de minden? A pénz nem minden? Boldogít, ezt írja anyu is. De azért nem is szomorít el a pénz. Ne, persze, hát jó, ha van, nyilván. Az mégiscsak jobb egy Rolls Royce-ban sírni, mint egy biciklin. Klasszikus mondás. Aztán valaki pedig azt írja, és ez nagyon fontos gondolat. Annyi hobbim van, hogy nem unatkoznék. Például foci, horgászat, amerikai foci, salakmotor. Igen, hogy pont erre gondoltam én is, csak nem tudtam így még megfogalmazni, hogy ha jó társasága vagy magadnak, akkor mindegy, hogy dolgozol-e vagy nem. Tehát, ha el tudod ütni az időt, és ez nem a pénz szabja meg elsősorban. Pontosan, ezeket sem a pénz szabja meg, szerintem ez mind olyan hobbi, amit igazából nem sok pénzzel, tehát nem sok pénzzel. De hogy ezektől jól érzed magad, és ez nem a pénzen múlik. Igen, de egyébként hosszú távon nem lehet ebben kiégni, hogy folyamatosan csak a hobbiaidnak élsz, és egyedül éled meg ezeket? Hát szerintem nem, de kipróbálnám. Kipróbálnám? Hát, oké, de ez kezdjünk bele, és kipróbálom. Megint visszatértünk a kipróbálás szintjére, tehát, hogy el vagy belőle egy hónapig, egy évig, de utána... Hát legfeljebb tévedtem, aztán visszamegyek dolgozni. Na, ebben kiegyeznék, igen. Egy hosszú szabadságot szerintem mindenki kivenne. Nyilván, hát persze. Aztán lehet, hogy ez van akinél egy hét, lehet, hogy van akinél egy hónap, lehet, hogy van akinél 25 év. Vagy és akkor mindenki rájön, hogy bírja ezt a nagyon megterhelő milliárdos életet, vagy nem. Na, akkor 7 óra után jöjjünk vissza a saját számainkkal, gyorsan játsszuk is meg ezeket. Meg egyébként arra gondoltam, hogy hát, hogyha van olyan hallgatónk, aki egyszer nyert egy nagy összeget, és elmesélhetné, hogy azóta hogy él. Sziasztok, milliárdos vagyok, itt lakok a Kossuth utca 7 szám alatt, a 2-es csengőt kell megnyomni. De nem, hát én hallottam már olyan történeteket, aki elmesélte, hogy hogyan változott meg az élete. Hát ebben én nem bízom, de ha van ilyen, akkor hajrá, nyugodtan hívhat bennünket, 95-95-95, vagy az SMS-es Viber számunk 20-95-95-3-95. Most viszont hangon jön a hírekkel, aztán pedig egy újdonság, Sean Paul és Dua Lipa és a No Lie. Ez a Debrecen Rádió, benne pedig a Vekker. Jó reggelt, jó Vekkert mindenkinek. Jó reggelt mindenkinek, ébresztő lassan. Pincés Marian, neked is jó reggelt. És Balog István Vilmos, aki nem sokára milliárdos lesz. De előtte még rengeteg dolgunk lesz, ugye akkor először meg kell játszanunk az 5 számot, mindjárt jövünk vissza ezzel, illetve történelmi pillanat, önkritikát kell gyakorolnom. Hú, ez tényleg az. Igen, visszahallgattam a tegnapi adásunkat, és elképedtem egy kicsit. Majd elmondom. Elmondom, hogy miről van szó. Kíváncsi leszek. Elmondom, hogy miről van szó. De előtte erőt gyűjtünk Sean Paul és Dua Lipa újdonságával. Ez No Lie. Egy újabb óra. Mosolyra hangolva. Napjaink és az elmúlt 40 év legjobb zenéivel. FM 95. Debrecen Rádió. Jó reggelt mindenkinek, 3 perc múlva lesz 4-8, jó Vekkert, ez itt a Debrecen Rádió, benne pedig 6-10-ig a Vekker. Hát se nyári eső, se tavaszi eső nem lesz, bár elég sok felhő lesz az égen a következő órákban, de számottevő csapadék itt a mi környékünkön nem valószínű. A Dunántúlra ígérnek inkább csapadékot, de hát az meg messze van tőlünk, 10-12 fok körül lesz a hőmérséklet. Viszont egy picit szeles lesz az idő, úgyhogy azért érdemes felöltözni, meg hát a napsütés már az most is látszik, és még ettől csak többet ígértek. Mára. És már is hazudtam, mert hogy azért van csapadék, a köd okoz problémákat az utakon, ezt jelentik a hallgatóink továbbra is, lakott területeken kívül nagyon lecsökken a látótávolság, úgyhogy vigyázzon magára mindenki, illetve mi újság még az utakon. Magdi azt írta nekünk, sziasztok, a szokásos trafi derecskén a Köztársaság utcán, köszönjük szépen, Pistitől pedig megtudtuk, hogy a 42-esen Püspökladány és Földes között is mérnek óvatosan. Jó utat! A közlekedési hírek támogatója a Tokai Kertészet. A minőségi virágok értékesítője. 2 perc múlva lesz 4-8, és hát arról kezdtünk el ma reggel beszélgetni, hogy ugye 60 évvel ezelőtt, 1957. március 7-én volt az első 5-ös lottó sorsolás Magyarországon, és hát beindult a fantáziánk több irányban is. Azt írja nekünk valaki SMS-ben, hogy sziasztok, az esetleg megfordulna valakinek a fejében, hogy alapítványnak segítsen adományozni, jótékonykodni, mindenki csak azon gondolkodik, hogy dolgozzon-e vagy nem. Igen, ennek az oka, mert most ezt kérdeztük a hallgatóinktól, tehát ezért erre válaszol mindenki, hogy dolgozzon-e vagy nem, mert most
ezt a témát vetettük föl. Igen. Biztos vagyok benne, hogy nagyon sokan jótékonykodnának, meg segítenének. Abszolút. Én mondtam is, hogy én azért nem fogom megnyerni, mert én már fejben ezt elköltöttem, és nekem nyilván a jó része erre menne. A jótékonykodás szerintem a többségnél nem úgy működne, hogy elmenne és odaadná egy alapítványnak, hát, hanem a családtagoknak. Igen. Családtagoknak, barátoknak. De semmiképp egybe be a magba, és akkor abból csak te éldegelsz. Én is így gondolom egyébként. De egyébként jogos, amit Juli, Istenem, lejulisztalak. Nem, én rád gondoltam. Ja, rám. Amit Juli mondott, azt akartam mondani, amit Vili mondott. Hát elnézést kérek, nem tudom, hogy ma hogy lettél Juli. Hogy más... irányú kérdést tettünk fel, bocsánat, igen. Most nem tudok figyelni ezután a Júli után, ne arra, hogy... Na, szóval arról van szó, hogy a hallgatónknak válaszoljunk, hogy egyszer most ezt kérdeztük a hallgatóinktól, azért válaszol mindenki erre. Na, de akkor megvan a te három számod, amit meg kell játszanunk nekem ma reggel? Nekem megvan, igen. Akkor nekem is megvan a kettő, közben pedig utána néztem, kérlek szépen, az esélyünk az ötösre az 1 a 43.949.268-hoz. Hát pont megvan. Ennyi elég. De hogyha ezt jól értelmezem, akkor ez azt jelenti, hogy ha kitöltenénk 43.949.268 szelvényt, akkor tutira lenne benne 5 találatos. Vagyis ennyi kombinációban. Igen. De mondjuk ebből nyilván ki lehetne hagyni az olyanokat, hogy 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 6. Tehát miért? Az már arra is megvan az esély. Hát megvan az esély, de azért arra viszonylag. Hú, az milyen lenne? Hát ezeket hagyjuk ki, mert ezek úgy, és bejönne az 1, 2, 3, 4, 5, 6. De azért furcsa dolog, mert 43.949.268 másodperc, az több mint 508 nap. Tehát ha másodpercenként kitöltenénk egyet, ami lehetetlen, akkor is 508 napig tartana, mire kitöltenénk. De lehet, hogy még akkor is megérni. Hát nem tudom. Na mindegy, ezt most sokkal gyorsabban ki fogjuk tölteni. Azt mondja, hogy neked mi a három számod? Várj, én mindjárt mondom, csak megkérdezni. Mert hogy SMS-ben el is küldjük, akkor rögtön. Kapcsoltad valamihez, vagy csak így random kitaláltál? Tényleg? Én nem. Nem? Nem, nekem ez így intuitív módon. A sugallat? Jön. Na, mit sugallt a megérzésen? 7-es. Igen. 23-as. Igen. És 52-es. 52. Én a születésnapomat választottam. 6. Akkor most mindenki meg tudja, 24. mikor születtél. Igen, mindenki tudja, hogy 24.06-án. És akkor már el is küldtem az SMS-t. Mindjárt megjön a visszaigazolás, legalábbis nagyon reméljük. És akkor meddig kell várnunk? Hopp, itt is van. Hát szombat estig. Szombat estig. Tehát ha hétfőn esetleg nem tudod, lenne vekker. De azt tudod, hogy most már nem fogok tudni aludni egészen szombat estig. Hogyha hétfőn nem lenne vekker, akkor tudják a kedves hallgatók, hogy bejött ez az 5 szám. Jó, elküldtük az SMS-t, játékban vagyunk innentől kezdve. Izgulok. Lehet fejben elkölteni. Most a felét oda kell adnom neked? Nem a felét, nekem 150 forinttal több jár, mert én küldtem az SMS-t. Igen, de mennyi a díja? Hát azt mondom, 150 forinttal több jár, mert az SMS-t is ki kell, hogy fizesd, amit most elküldtem. Igen, hogy összességében, oké, na majd megbeszéljük. Majd ezt kiszámoljuk. Felezünk. Hú, de izgalmas, jaj, de izgalmas. Hétfőtől már lehet, hogy nem is lesz akkor vekker, mert valahol a Bahamákon lógatjuk majd a lábunkat. Szerintem erre hatalmas nagy az esély. Úgy látom most. Hát 43.949.268-hoz. Még egy SMS. Sok filmben látni, hogy nem bízzák a lottó ötösre a szerencséjüket hozzá, vagy egy gazdag pasihoz. Hát igen, van ilyen választás. Ővé a bankszámlája, mondjuk, hogy pénz nélkül nem lehet élni, de szerelem nélkül sem. Marika írta még ezt a nagy igazságot nekünk a végére. Illetve egy közlekedési hír. Jó reggelt, a Mikepercsi út bevezető szakaszán koccanásos baleset történt a benzinkútnál a belső sávban. Évától kaptuk ezt az infót. Hát a Mikepercsi út az amúgy is elég gócpont ilyenkor kora reggel. Ahogy most van erre még egy baleset is. Úgyhogy aki tud, az kerüljön másfelé, bár olyan nagyon nem lehet kikerülni a Mikepercsi útat, tehát ott akkor egy baleset tartja fel a forgalmat. Köszönjük szépen. 0620 95 95 95 95 az SMS és Viber számunk, ahová lehet írni. És hát ahogy mondtam neked, jössz egy vallomással. Igen, önkritikát kell gyakorolnom. Visszahallgattam a tegnapi adásunkat, és elszörnyűködtem. Mit történt? Elszörnyűködtem saját magamon. Mi, ha tartál, vagy nem, mi, vagy mit nem, történt? El fogom mondani, hogy mire gondolok, jó? Előtte most, viszont most egy kicsit... így hagysz? Igen, de mindjárt megtudod a lényeget. Előtte viszont egy kicsit készülünk már a milliárdos életmódra. Jön a Gibson Brothers és Kuba! 5 perc múlva 7:30 lesz, jó vekkert mindenkinek, ez a vekker a Debrecen Rádióban. Hello, jó reggelt, jó vekkert mindenkinek. 2017. március 7-e kedd reggel van, egy kis közlekedés, történt egy kisebb baleset a Mikepercsi úton, bár ott a reggeli csúcsforgalom kellős közepén nincs olyan kis baleset sajnos, csak olyan nagy baleset, mert akármilyen kis koccanás is, az ott azért rendesen feltartja a forgalmat. Írják is a hallgatóink, hogy egyre nagyobb a torlódás sajnos. Aki tud, kerüljön másfelé, vagy aki tud valami egérutat ott, az nyugodtan megírhatja nekünk, szívesen továbbadjuk a többieknek is.
valószínűleg ott elég szép torlódásra kell azért még számítani a következő időszakban is, illetve a trafipaxok is dolgoznak. Lali megírta nekünk, hogy a 35-ös főút Hajdú-Böszörmény átvezető szakaszán látott egy trafit. Köszönjük szépen óvatosan. Az egy olyan szokásos terepe a trafipaxoknak, és érdekelne bennünket, hogy mekkora a köd, mert reggel rácsodálkoztunk, hogy a hallgatóink lakott területeken kívülről mindenhonnan ködöt jelentettek nekünk. Pedig itt bent a városban ebből semmit nem lehetett észrevenni, meg szerintem most se lehet észrevenni semmit. De akkor mi a helyzet lakott területeken kívül, ez nagyon érdekelne bennünket, egy kis helyzetjelentést kérnénk onnan is. Igen, 95-95-95 a forró drótunk, amit lehet hívni, az SMS és Viber számunk pedig 0620-95-95-395. Mi pedig vágjuk itt magunk alatt a fát, hogy elmondtuk a számainkat. Nem egy ötös lesz, én is megjátszottam, de hogy lássátok, milyen rendes csávú vagyok, egy egészen jelképes összegért, mondjuk 10 millióért, lemondok a 990 millióról. Pidibá írta ezt nekünk. Egyébként azon gondolkoztam, hogy latolgattuk itt az esélyeinket. Visszaolvastad a számainkat? Hát nem. Kettő egymás mellett van. Én mondtam a 6-os meg a 7-es, igen. Nem. Tehát én mondtam a 7-23, te pedig a 6-24. Tehát a 6-7 is egymás mellett van, meg a 23-24 is egymás mellett. De mostanában egyébként olyan hír számok jöttek ki a lottón. Hát igen, de úgy, hogy nem beszéltünk össze, tehát ez tényleg... Ez egy jel. Hát ez egy jel. Ez mire? Hogy a világon semmit nem fogunk nyerni. Körülbelül arra. Na, 7:30 lesz nem sokára. Ígértem egy nagy önvallomást, de sajnos arra már nem lesz most időnk a hírek előtt. Ne csináld már. Majd akkor... De mindig kétségek közt hagysz engem. Nem baj, a hírek után visszajövünk, és elmondok mindent. Jó, visszahallgattam a tegnapi adásunkat, és elképedtem saját magamon. Bizony, be kell vallanom egy nagy hibámat. Jó, ezzel jövünk vissza, de csak a hírek után. Sőt, a hírek után itt lesz még Jazz Glindala is, ez az Don't be so hard on yourself. Jó reggelt és jó Vekkert mindenkinek, 5 perc múlva lesz 3-4-8, ez itt a Vekker, beindítjuk ezt a lapot és ébresztő mindenkinek. Hello, jó reggelt mindenkinek. Tudtam én, hogy a hallgatóinkra lehet számítani, azt írják nekünk, hogy egész messze el lehet látni, de köd van Szovát és Debrecen között, ezt Krisztiántól kaptuk, köszönjük a helyzetjelentést. Köszönjük, óvatosan. Illetve sziasztok, a 4-esen megyünk, tűrhető, trafit nem láttunk eddig, vagy nem vettük észre. Szürke, semmi napsütés. Kedvtelen idő van, szóval valami jó kis számmal dobjátok fel az útunkat, mert beleszürkülünk. Egyébként sokan vagyunk, de haladunk az úton, ezt Rohamcsigától kaptuk. Neked is köszönjük szépen a helyzetjelentést. Jó, tehát vigyázzatok magatokra. Tehát akkor ezek szerint kis ködöcskére még számítani kell, aki hosszabb útra indul, lakott területeken kívül, a látótávolság. Hát azért ködöcske is tud galibácskát okozni, úgyhogy tényleg óvatosan. Ugye volt is egy kis galibácska a Mikepercsi úton, két autó ütközött. Hál' Istennek az összeütközött autókat most már elvitték az útról, úgyhogy nem emiatt van torródás, nem csak a szokásos reggeli csúcs zajlik ott éppen. Egészen gyorsan zajlott most akkor ez a mentési folyamat. Hát mondjuk két összekoccant autót hát lehozni az útról azért nem olyan nagy masszis, de az. Jó, csak sokszor ugye a helyszínen is. Csak a reggeli, igen, csak hát ott a reggeli csúcsforgalomban azért ez nem a legjobb. Köszönjük szépen, 0620-95-95-395 az SMS és Viber számunk, minden jöhet, minden érdekel bennünket, lehet nekünk írni természetesen egész reggel. Na, és hát engem is nagyon érdekel már, hogy mit akarsz bevallani. Jaj, hát igen, igen, kénytelen vagyok önkritikát gyakorolni. Ugye tegnap reggel arról beszélgettünk itt a Vekkerben, hogy hogyan szólítják egymást a párok, milyen beceneveket adnak egymásnak, és azokból a becenevekből mi olvasható ki. Ugye találtunk egy igen érdekes cikket, ami elemezte a beceneveket, hogy mit jelent az, hogyha mondjuk a nő macikámnak szólítja a férfit, és mit jelent az, hogyha a férfi cicának szólítja a vagy lányt. Vagy zsugabubusnak. Igen, igen. És akkor és elárultál valamit, amit nem akartál, vagy mi történt? Olyan szavakat használtam, amiket nem akartam. Visszahallgattam a tegnapi adást, hát legalább 50-szer elhagyta a számat például az a szó, hogy a párod, a párotok, és a te párod. Hát és utálom ezt a szót. Mi az, hogy a párod? Igen. Hát ne viccelj nekem már. Hát a hideg futkos, szavunk. A hideg futkos álltam. Hát ennél modorosabban és ennél körmönfontabban megnevezni azt, aki az mi? Életed szerelme. Mint az, hogy a párod. A párod. Én hát emlékszem, én amikor a divatba jött ez a kifejezés, hogy a párod, olyan, de hát ez jó nem 10 divat. Évvel ezelőtt. Már ne is faragudj, de ez nem divat. Ismered ezt a szót, hogy megosztani? Valakivel megosztod az életedet, a házadat, az ágyadat, Igen. A titkaidat, és ez az ember a te párod. Én ezt a szót ezt mindig is utáltam, hogy a párod, csak de annyira beleszűrődött már. A csajom, vagy a barátnőm, vagy az élettársam, mert ebben, hogy a párom, ebben nekem ez annyira modoros, és annyira körmönfont, és szerintem pedig a hideg futkos a hátamon, amikor ezt hallom valaki a
aki azt mondja, hogy várom a páromat, mindjárt megyek a páromhoz, fölhívom a páromat, megkérdezem a páromat. Jó, és akkor te hogy utalsz az illetőre? Az a baj, hogy most már én is így, mert hogy az utóbbi, nem tudom, olyan 10 évben annyira elterjedt ez a kifejezés, hogy én is elkezdtem használni, és észre sem veszem. Ez egy szép szó. Ez, hogy a párom. Igen. Hát, ez nekem nem. De most szerintem meg az olyan kicsit olyan degradál, hogy a barátnőm. A barátnője, nem tudom, a tiniknek van. De amikor már 20 év felett vagy, és tényleg egy komoly kapcsolatról van szó, akkor szerintem párod van. Hát, nem tudom, én nekem a hátam a szőr föláll, hogyha ezt a szót hallom, és tegnap vettem észre, amikor visszahallgattam az adást, hogy ez nagyon ez már ennyire belém ivódott a környezetből, hogy én is használom ezt a szót. De neked nincsenek ilyen szavak, amiket úgy utálsz, és amikor meghalod, akkor kiszaladnál a világból? Jaj, például? Nem tudom megmagyarázni, hogy miért, a hangzása miatt, vagy nem tudom, de az a szó, hogy hegyke, ja Istenem, egyszer ráz a hideg. Hegyke? Ja Istenem, mond ki még, nem, tehát nincs rá magyarázni. Mi a baj az a szóval, hogy hegyke? Nem mond már ki, légy szíves, még egyszer, de egyszer. A H betű szót nem mondjuk ki. Nem tudom, de komolyan mondom, most is kirázott a hideg. Hegyke. Nem már, borzasztó ez a szó, nem tudom, tehát jaj, soha nem, aztán nem. Még a másik, amitől ugyanígy feláll a szőr a hátamon, a szép napot. De ezzel leoltottalak az első találkozásunkkor, mert úgy köszönti, hogy szép napot. Nem, ez nem így történt. Te mondtad egyszer az egyik hallgatónak, és amikor visszahallgattad, akkor szintén mondtad neked. Használtam ezt, hogy szép napot. Igen, és ugyanígy felháborodva mondtad nekem, hogy úristen, én azt mondtam, hogy szép napot. Mert, és akkor néztem rá, hogy mert mi a gond ezzel. Hát, ugyanaz, mint a hegykével. Nem már. És nem értettem, hogy mi a bajod ezzel. Szép napot. Nekem az is annyira... Valakinek szép további napot kívánsz. De ilyen köszönés nincs, hogy szép napot. Ezt otthon jön a szép napot. Volt egy borzalmasan rossz tévéműsor. Volt egy borzalmasan rossz tévéműsor a 90-es évek közepén. Ez a Kakuk Show volt. Nem tudom, hogy ki emlékszik rá. Egy Kakuk Andrea nevű csaj vezette ezt a műsort, és ő mindig úgy köszönt el a műsor végén, hogy ilyen nagyon teátrálisan belenézett a kamerába, és azt mondta, hogy szép napot, Kakuk! És hát a kakukat... tévét vágtam volna a földhöz, amikor ezt megláttam. Hát a kakukat kiegészítve, hát tényleg nagyon hülyén, meg botorosan hangzik, de az, hogy szép napot. Ez a hülye köszönés, hogy szép napot. Oké, hogy köszönsz el? Ciao, hello, viszlát, bármi, a ciao, bármi. Az egyébként egy olasz szó, a hello az egy angol szó, a szép napot az legalább egy magyar kifejezés. De ez a mi az, hogy szép napot? Hát ez... Nem kívánhatod valakinek azt, hogy jól teljen a nap további része? De ez nekem annyira modorosan hangzik, annyira mesterkélt, ugyanúgy, mint a párom. De egyébként meg ugyanúgy nem tudom Isten igazából megmagyarázni. De nem így mondjuk, hogy a párom. Esetleg azt mondom, hogy a párom. Szép és egy napot. Olyan emberre jó. Gondolok. Akkor tegyük össze a tökéletes mondatot. Szép napot kívánok a hegyke páromnak. Igen. Bocsánat, úristen. De látod, ez üzött ki belőle, hogy ez most kiszaladt a számon, és nem akartam. De én arra tippelek egyébként, hogy mindenkinek megvannak ezek a szavak, amit hogyha valaki kimond előttük, akkor föláll a szőr a hátukon, és azt az embert messzire elkerüli, aki használja ezeket a szavakat. Gyűjtsünk össze ilyeneket ma reggel? Gyűjtsünk, és egyébként nekem... És az a furcsa, hogy ezek beszivárognak a saját szókészletünkbe is. Tehát, nekem ez az egy, ami tényleg futkos a hátamon a szőr, de hogy jutottak még nekem is olyanok eszembe, amit nem szeretek, és saját magamra haragszok, hogyha mégis kicsúszik. Ugye? Mert már annyira sokan használják körülöttünk ezeket a szavakat, hogy egyszerűen átveszük, és elkezdjük használni, és néha csak a fejünkhöz kapunk, hogy úristen, ezt a szót kimondtam. Igen. Na kinek mi a mumus szó, amit kerül, és azt az embert is kerüli, aki használja ezeket. Mik ezek és a szavak, magára, kifejezések? Ezek a nagyon sablonos, modoros kifejezések, szavak, amiket nagyon nem szerettek, nagyon nem szeretünk. Hát ezeket... legyen bármilyen oka annak, hogy nem szeretik. Igen, ha esetleg története is van, akkor meg aztán végképp nagyon örülünk neki. Na, ezeket meg lehet írni nekünk a 0620-95-95-95-re, vagy fel is lehet hívni minket a 95-95-95-ön. Közben pedig még két közlekedési info. Abszolút nincs torlódás a Mikepércsi úton, szépen el lehet menni. A balesetes autók a külső sávban vannak. Ezt Petike írta nekünk, köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Dina pedig azt írja, hogy sziasztok, a Sámsoni úton egy félős zebrát használó Beagle típusú kiskutya kóborol. Reméljük, hogy hiányzik valakinek ezt az infót is. Köszönjük. Remélem, minél hamarabb rátalál a gazdi. Mindenkinek. Na, jöhetnek ezek a mumus szavak SMS-ben, Viberen vagy telefonon. Közben pedig hadd mutassunk egy újdonságot. Ez a Chainsmokers és a Something Just Like This. Érthető, gyors, hiteles, érdekes.
Énekes. FM 95. Debrecen Rádió. Ez volt a Fanglers és a Valami Szép itt a Debrecen Rádióban, a Vekkerben. Hello, jó reggelt mindenkinek. 6 perc jó múlva mindenkinek. Már 8 óra lesz. Jönnek a mumus szavak, hogy kinek milyen szavaktól áll fel a szőr a hátán. Ugye mi már a miénket elmondtuk. Én kettőt is mondtam, a szép napot, meg a páron. Neked pedig a hegyke. Nem mondd már ki. Hegyke, szép napot neked, drága párom. Na várjál, valaki van itt velünk a vonal végén is. Halló, jó reggelt. Jó reggelt. Ezzel a mumus szavakkal kapcsolatban szeretnék annyit hozzáfűzni, hogy hogy mondanád azt, hogyha az élettársad azt akarod bemutatni? Szia, ő itt a Ildikó. Ildikó bárki lehet. Nem tudom, de hogy nem azt mondanám rá, hogy a párom, az biztos. Mert neked mi a megoldásod? Hát ez igazából, mert hogy mi 20 pár éve együtt vagyunk, van két gyerekünk, és túlságosan hétköznapi és semmit mondó az, hogy élettársam, mert hogy több a kapcsolat, mint egy élettársi kapcsolat. De abban, hogy a párom, abban több érzelem van neked? Jóban, rosszban, mindenben, gyereknevelésben, hétköznapi problémákban. Igen, és így egészítitek ki egymást, ugye? Így vagytok egy pár. Hát ez szerintem... A másik oldalom. Nyilván ezen kár vitatkozni, mert ez tulajdonképpen ízlés dolga, de szerintem az, hogy az élettársam, az életem társa, az jobban kifejezi azt, hogy mint a párom. Mert hogy párom, párba álltunk az óvodába, és gyerekek, álljátok párba, aztán megyünk ebédelni, nem? De párt is úgy választasz, amikor el kell menni ebédelni, hogy szívesen fogod meg a kezét. Nem mindenkinek leszel a párja. Igazad van tulajdonképpen, tehát ízlés dolga, kinek mi tetszik, meg nem is biztos, hogy ezt meg lehet magyarázni, mert érzelmekről beszélünk tulajdonképpen. De azért köszönjük szépen, hogy elmondtad nekünk. Tudom, hogy nem szereted, de mégis ezt mondom, hogy akkor azt mondom, hogy csodás napot. Jó van, köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Én most már biztos az lesz. Oké, köszönjük szépen, hello, hello. És mennyit kaptunk még itt a hallgatóinktól, ilyen mumus szavakat, amiktől föláll a szőr a hátunkon, bizony, és nem bizony szívesen használjuk. Jó, a hírek után jövünk ezzel vissza, most viszont hangálja a terep, a hírek után pedig itt van Robbie Williams dala is. Ez a Debrecen Rádió, jó reggelt és jó Vekkert mindenkinek, 6-tól 10-ig ma is itt vagyunk a Vekkerrel. Itt van Pincés, Hegyke Marian, szia, jó reggelt szép neked! Szép napot, Balog Ismámiel most! Jönnek itt a mumus szavak, amiket nem szívesen mondunk ki, meg feláll a szőr a hátunkon tőle, hogyha halljuk leszel valakit. Leszel ma a párom? Igen, jövünk ezekkel vissza nem sokára. Jó gazdag szótárat össze tudunk ezekből állítani a hallgatóinknak. Hála, előtte viszont itt van Robbie Williams és a Love My Life. Egy újabb óra. Mosolyra hangolva. Napjaink és az elmúlt 40 év legjobb zenéivel. FM 95. Debrecen Rádió. Ez itt a Debrecen Rádió. 4 perc múlva már 4:09 lesz. Jó reggelt, jó Vekkert. Hello, jó reggelt. Szép napot mindenkinek. Ez itt a Vekker. És sok-sok erőt a munkához. A meteorológusok szerint változóan felhős lesz ma az égbolt, de a felhőkből igazából csapadék nem várható. 10-12 fok körül lesz a hőmérséklet csúcsértéke. Az élénk szél okozhat problémákat. Könnyű megfázni. Arra is tessék figyelni a ködre. Igen, még azért lakott területeken kívül ez nehezíti a helyzetet az utakon. És hát mi pedig nehezítjük itt a saját helyzetünket, mert olyan szavakat kezdtünk el használni, amiket egyébként nem szívesen használunk, meg a hátunkon futkos a hideg tőle, és megnyugtatott az, hogy a hallgatóink is tele vannak ilyen szavakkal, ilyen mumus szavakkal. Mielőtt ránéznénk, ugye Vili azt mondta, aki esetleg nem hallott volna minket, hogy neki a mumus szava a pár, hogy a nem mondom azt, hogy a meg párom. A szép napot. De az állatok mit választanak maguknak, barátnőt? Vagy netán csajt? Na, és ez a másik kérdés, hogy állatok vagyunk, de van ehhez SMS-ünk egyébként. Vagy a bikacsaja a tehén, a kakas barátnője, meg a tyúk. Van ehhez SMS-ünk, rátérünk majd, jó? Nagyon-nagyon rátapintottál a lényegre. Kezdjük, mert rengeteg üzenetünk van. Sziasztok, én is utálom a párom kifejezést, de ami igazán kiveri a biztosítékot nálam, az a kedvesem. Volt egy évfolyam társam a fősulin, ő hivatkozott így állandóan a barátnőire. Őrületes volt, már a végén számolni kezdtem, hogy hányszor mondja ki egy beszélgetés alatt. Pedig a szóval amúgy nem is lenne bajom, de az a birtokló hangsúly, ami mellé társult, máig kísért, ha meghallom. Ez a rossz egyébként, amikor folyamatosan ismételgetik, nem? Tehát alapvetően, hogyha néha elhagyja a szárdat az a szó, hogy kedvesem, azzal nincs gond. De hogyha egy nap 20-szor elmondod, vagy 30, hogy jaj, a kedvesem, annyira modorossá válik, hogy
mert nekem nincs. Ezt akkor kimondottan a kedves hallgatónak küldtük. És várjál, még azt is hozzáírta, hogy egyébként a máma szó is kikerget a világból, ha hallom. Régebben sokat használtam a konkrétan kifejezést, annyira sokat, hogy már engem kezdett zavarni, ma már nem használom. Marcsitól kaptuk ezt a szép hosszú hozzászólást. Köszönjük szépen. A máma szó ugye az a nem baj. De én azt ráadásul két ember szoktam hallani, máma. Mamma, igen. Mamma. De az meg tájszólás. A tájszólás az nem nyelvi hiba. Nekem azt mai napig mondják nagyszüleim, nekem azzal nincsen gondom. Az egy tájszólás, de hát ettől függetlenül könnyen lehet, hogy van, akit kikerget a világból. Hát most a párom is helyes kifejezés, mégis ha meghallom. Illetve ez a baj, hogyha meghallom, már nem is zavar. Mert már annyira bekúszott a közbeszédbe, hogy már... Csak a saját szádból, amikor tegnap visszahallgatom, hogy úristen, én ezt a szót használom. Várjál, rengeteg üzenet. Örülj, hogy munkahelyed van, ezzel ki tudnak kergetni a világból. Ezek a sablonos nagy életigazságok. Igen. Figyelj, ha rám hallgatsz, úgy csinálod, ahogy akarod, vagy ahogy neked jó. Ezek annyira modorosak, semmit mondóak. Mondjuk ezeket én szoktam használni, főleg akkor. Hogy örülj, hogy munkahelyed van. Nem, hanem az ilyen sablonos, semmit mondó válaszokat. Hát amikor le akarsz lázni valakit, annyira már ismerlek. Meg leginkább, amikor valamiben tanácsot kérnek tőlem. De miért adjak én bárkinek is tanácsot, mert aztán kiderül a végén, hogy hülye vagyok, mert valami hülyeséget mondok. És akkor egy ilyen régi bölcsességet előhalászol a zsebedből, és akkor szoktam mondani, közkincsét teszed? Ilyeneket szoktam mondani, hogy hát figyelj, hát ez olyan dolog, hogy hát igen, nehéz. És akkor ezzel úgy nyugtázod, egyetértesz, és akkor soha, megnyugszik. És egyébként de az érdekes, csak ennyi is elég egyébként. Igen, ez az érdekes, hogy soha senki nem kért konkrét. Tehát, hogyha valamiben konkrétan tanácsot kérnek, és érzem, hogy ebben nekem nem kell beleszólni, mert csak kiderül, hogy hülye vagyok, mert nem tudok beleszólni, és ilyeneket mondok, nagyon kevés embernek tűnik föl, hogy valójában nem mondtam semmit. De mondom, hát erről van szó, megnyugtatod, együtt érzel vele, és ez elég. Legalábbis úgy csinálok. Mintha. Hát benne erről van szó. Na gyerünk tovább. A nyilván szót még én is használom sokat, de néha idegesít, írja valaki. Nyilván. Én azt szoktam. Én is. Pedig tényleg nem egy jó szó, meg olyan semmit mondó. Az nekem ugyanolyan, mint a párom. Régebben nagyon idegesített, de aztán valahogy rászoktam, és már most észre sem veszem. Nekem raknak szüleim Szentes környékén, Szentesen laknak, és ott hallottam én nagyon sok embertől ezt, hogy nyilván. Gyakorlatilag minden mondatot így kezdtek, hogy nyilván, ott az valami tájszólásszerű lehet. Ez és borzasztóan idegesített. Hát igen, vagyok én annyira okos, mint te. Hát nyilván így van, ez nem? Arrafelé nem, ott az ilyen töltelék szó. Ja, aha. Úgy vettem észre, és valahogy az én beszédembe is beszűrődött, pedig eleinte borzasztóan idegesített, de aztán megszokta a fülem. Én gyerekkoromban nagyon sokat használtam azt, hogy izi. Ah, izi. Most már teljesen leszoktam izéval. Izéval. Sokan úgy mondják, hogy izéval, meg izéban. Nem tudom, én annyira nem ragoztam. Na ez is nekem egy kicsit ilyen múr szó. Csak izéval, amikor kerestem a szavakat, izé, de már hál' Istennek leszoktam róla. Teljesen igazad van. A párom gusztustalan, undorító, akik belefásoltak a kapcsolatba, azok használják. Egyébként szívem vagy drágám lenne, írja valaki. Na azért ez két elég erős szó, a gusztustalan és az undorító. Rendben van, hogy nem szereted használni, de azért szerintem ez nagyon erős. Hát figyelj, ez ízlés dolga. Tehát, hogy neked tetszik, nekem nem tetszik. Tehát, hogy azért felesleges ezen vitatkozni, inkább csak úgy engedjük ki magunkból, és mondjuk igen, el, mert igazságot tenni nem lehet, mert ízlésen vitatkozni felesleges. Jó, de egy picit akkor is ezt túlzásnak érzem. Csak érdekes, hogy kiből mit vált ki. És itt van az SMS, amiről az előbb beszéltünk, hogy ahhoz kapcsolódik, amit te mondtál. A galamboknak van párjuk, és a szép napot az amerikai Have a Nice Day utálom, Krisztina. Hogy ez is az angolból jött? De legalább ez egy magyar szó. Have a nice day. Maga hát nem, az, hogy szép napot, még nem, a hello, meg a ciao, az nem. Nem teljesen ugyanaz, mert a have a nice day, az a legyen szép napod. Az nekem még egy picit elviselhetőbbnek hangzik, mint a szép napot. Hát akkor használod úgy, hogy legyen szép napot. Nem használom sehogy ezt a szép napot, tehát ezt a szó összetételt sehogy nem akarom használni. Igen, egyébként visszatérve a mondat elejére, a galamboknak párjuk van, az állatoknak is párjuk van, ezért szerintem nekünk embereknek is lehet párunk. Nem, mi állatok vagyunk. Nem vagyunk állatok, emberek vagyunk, de ezért lehet, miért ne lehetne ugyanúgy párunk? Mert hülyén hangzik, mert borsódzik a hátam tőle. Miért nem mondhatnám azt, hogy hegyke? Meg tudod magyarázni? Na, hogy ezek érzelmi dolgok, ízlés kérdése. Tudod, mit utálok még? Azt, hogy patti, a pattanás helyett. Patti? Az egy csúf, gennyelteli, kúp alakú, gyulladt csomó. Miért kell az becézni? Ez van, aki így használja, hogy patti. Patti, igen. És akkor van, nem tudom én, sérvi.
Jaj, nem tudom. Ilyen van, aki ezt így használja? Igen, igen. Aranyéri, akkor már. Úristen. Na, igen. Nagyon sok mindent kaptunk még a hallgatóinktól, ilyen mumus szavakat. Jövünk vissza ezekkel nem sokára, csak először ezeket pihenjük ki egy kicsit. Ez itt a Debrecen Rádió, benne pedig 6-tól 10-ig a Vekker. Jó reggelt és jó Vekkert mindenkinek, 7 perc múlva már 8:30 lesz. Egy gyors közlekedési info, Derecskén az Almásnál mindkét irányban igazoltatnak. Edit, szép napot, zárja az SMS-ét természetesen. Köszönjük szépen, Edit, neked is szép napot, de a lényeg az az, hogy Derecskén az Almásnál mindkét irányban igazoltatnak. Velünk pedig itt van már a stúdióban Hanga is, mindjárt jönnek a 8:30-es hírek. Hello, jó reggelt, szép napot kívánunk, szép napot neked is. Hogy hiányozni fogsz, ezt minden nap elmondom. Igen, nem tudom, van, mennyire múlsz, de ma is meg fogok. Van egy ilyen kis játékunk nekünk, hogy mi minden nap ugyanúgy köszönünk el egymástól, csak az a baj, hogy a másik felét nem lehet rádióban elmondani. Hát nem, mert hogy igen, én azzal kezdem, hogy fáj a búcsú, te erre válaszol. Én meg hozzáteszem hozzá, hogy meg még a... mi az, ami fáj. Igen. Ez maradjon a mi titkunk. De hogy... Te is szavakkal dolgozol. Igen, hát én rengeteg. Vannak neked ilyen mumus szavaid, amiket... Ami most hirtelen eszembe jutott, az nagyon egyszerűnek tűnik, de egyébként szövegkörnyezetben, hogyha használod, és gyorsan szeretnéd kimondani, akkor a testi épség az általában tepsi épség. Tepsi épség. Igen, tehát akkor neked is volt ilyen. Jaj, de jó, hogy nem csak bennem van a hiba. Volt ilyen, hogy crazy granát. Azért ezek ilyen kis cuki kis szavak. Ami még nagyon emlékezetes maradt nekem annak idején, ugye elmondtam a híreket, és az egész stáb ott állt és várta, hogy ki mondja, vagy nem mondja. A Debreceni Egyetem Orvos és Egészségtudományi Centrumában interdeficienciális referenciacentrum nyílt. És kimondtam, és most is kimondtam. Igen, tehát vannak ilyenek. Ezeket ki kell mondani, sajnos ezt nem tudom megmásítani, ennek nincs szinonimája. Ez interdeficienciális referenciacentrum. Nagyon jó, de és ezzel lehet villogni társaságban. Pláne, amikor az ember állapotban van egy kicsit. Interdeficienciális. Már nem tudom. Szégyen, nem szégyen. De vannak ilyen általános rádiós mumus szavak, a feleleve eleveníteni például. Azzal nincs feleleveníteni. Ezzel pont nincs bajom. Például ilyen, hogy Magyarország, most gyönyörűen kimondod, de ha gyorsan mondod, akkor az első erre az nem pörög, az akárhogy mondod, nem pörög. Amitől falra mászok, és akkor az is ilyen rádiós sablon, aztán átérünk az SMS-ekre, amiket a hallgatóink küldtek. Immáron 12. alkalommal került megrendezésre. Aha, na ezt én soha nem használtam. Én se. Tőlem biztos nem hallod. Nem. Meg az igazi polisztikus. Meg a mi rádiónkban sem halljuk, igen, sehol, igen. De hogy azért úgy néha, hogy bele lehet futni, hogy immáron 12. alkalommal került megrendezésre, a nem tudom mi szervezésében, akármi. Fú, na ettől is varratok már. Ezek is ilyen kifejezések. Hú, mennyi SMS meg üzenet ilyen mumus szavakkal. Valaki írja nekünk, hogy ebéd, de gondolom, hogy az ebéd játékra érkezett. Ez is egy mumus szó, igen, 11 nem az a mumus szava, hogy ebéd, igen, erre is lehet jelentkezni. Teszem fel. Mondjuk ezzel nekem nincs bajom. De elég modoros, igen. El tudom képzelni, hogy valaki ezt utálja. Nem használom szerintem ezt a szót, hogy teszem fel, de el tudom képzelni, hogy valakit ez zavar. Tud ez elég modoros lenni. Ezzel szerintem nincsen baj. Ezt a lemezt teszem föl, mondjuk úgy, már azért másképp hangzik. Amitől én frászt kapok, a keresztnévvel való bemutatkozás. Szélesné Rózsa, én így szoktam bemutatkozni. Ezt most nem teljesen értem. Én sem. Hogy most akkor... Kata vagyok, van még egy kólád. Igen. Aha. Hát van olyan helyzet, amikor belefér. Persze, nyilván nem szóval egy buliban szerintem teljesen. Úgy sem jegyzed meg. Egyébként én soha nem jegyzem meg. Szégyen, nem szégyen, bevallom őszintén. Mindig visszakérdezek, akárhova megyünk rendezvényre. Bemutatkozom, de szerintem mindenki azzal foglalkozik, hogy a saját nevét el ne roncsa, vagy nem tudom miért nem, ez valahogy így van bekódolva, vagy az agyunk azt már nem várja, hogy ő mit mond, csak hogy én mit mondok. És nem tudom, többször visszatérek rá, hogy ne haragudj, mi a keresztneved. És pont elég a keresztnév. Szerintem éppen ezért. Hát van helyzet, amikor elég a keresztnév, de mondjuk a pápai audiencián furcsán hangzik, hogy hello, Hanga vagyok. Tehát ott azért furcsán jön ki. Nekem erre van egy régi játékom, amikor társaságban állunk körbe, és akkor mindenki bemutatkozik mindenkinek, és akkor mindenki feszült, meg senki nem tudja, hogy kinek mit mondott, és akkor szoktam belökni azt a poént, hogy jó, akkor most keveredjünk össze, és mindenki mondja vissza a másik nevét, és akkor ez úgy oldja a helyzetet, mert akkor mindenkire felszabadul, hogy jó, nem csak én vagyok hülye, hogy én nem jegyeztem meg senkinek a nevét. De jó, hogy ebben sem én vagyok, csak a hibás. Azt mondja, hogy, és ezt ketten írták egymás után, a mumus szó annó, annak idején, rosszul vagyok tőle. Petike írta, meg valaki írta aláírás nélkül. Annó, annak idején. Hát én ezt sem értem, hogy az annó, az nekem olyan, mint az esztendő.
Tehát ilyen nagyon motorosan, nagyon előadom hát magam. Esztendő az egy szép, egy régi magyar név. Vagy szó. Hát igen, de ki használja azt, hogy esztendő? Hány esztendős vagyok? Na. Nem akarom elmondani. Igen, az annó és az esztendő az nálam egy kategória. Egyetértek Petikével, igen. Annó. Van benne valami, valóban. A kedvesem mindenféle becézést kitalál nekem, csak a nevemen nem szólít. Például Sőnike, Szépike, jelenleg Sejmes vagyok. Magamban bosszankodom, de olyan cuki, hogy már nem szólok. Szép napot minden hegykének. A Sőnikéről jut eszembe, ezt gondolom a német Schön szép szóból jön. Tényleg, én azt Sőnike. Nem, én azt nem szeretem, amikor keverjük az angolt és a magyar. Például pontosan tegnap olvastam, valaki kért, hogy nagyon healthy-ben tolom. És én is hajlamos vagyok azt mondani, hogy ez nagyon fancy, vagy ez nagyon cool, és utána haragszom magamra. Jó, még ez megint más kérdés, mert még az a szó, hogy cool, az már beépült a magyar nyelvbe. Tehát az már rendben van tulajdonképpen. A hello, hát hogyha minden olyan szót kiírtanánk, ami nem magyar eredetű, nem maradna szavunk. Rendben, de attól még ez a valóság, nem? Hogy kevered az angol és a magyart egyben. Csak azt, és az a szörnyű, hogy egy idő után megszokod. Mint ahogy én megszoktam azt, hogy a párom. Saját magamon sem szeretem, hogyha ez így néha kicsúszik. Mm. Nagyon fancy. Hát az most hogy hangzik? Egy régi emlék, 94 környékéről. Elmentünk valami diszkóba haverokkal, és találkoztunk ott egy másik haverommal, aki ott éppen két csajjal táncolt, és valami újság van, és odafordult, és azt mondta, hogy semmi, bulizunk. És akkor még a bulizunk volt egy ilyen szó, hogy csak így néztünk, hogy ez mit mond? Hát ez mekkora hülye. Igen, generációváltás hozza ezeket a dolgokat magával. Akkor még a bulizunk is egy olyan szó volt, hogy mindenki felkapta a fejét, hogy mit játssza ez itt meg magát. Ti még szórakozni mentetek, nem? Hát nem is tudom, hol mentünk. Hát diszkóba mentünk. Legalábbis az én anyukám mindig úgy utal vissza, hogy amikor mentünk szórakozni, csak nálunk még ez 6 órakor kezdődött el, mi pedig éjfélkor indulunk el bulizni. Igen, de ez is úgy beépült, és ma már bulizunk, mindenki használja ezt a szót. Ma már például a kislányom, aki egyébként 10 éves, használja mondatban, hogy hashtag. Hashtag kopi anya. Mi van? Így nézek rá, hogy mit mondtál? Hashtag kopi anya. Mert hogy ugyanúgy állt a hajam, mint neki. Tehát, hogy furcsa. Jó, nekünk ez nagyon furcsa. Ez egy jó duma, ezt elveszem. Várjál, és akkor zárásként még egy, mert jönnie kell a híreknek. Marika írja, a férjem, amit nagyon utál, már megint szultána. Jaj! Ezt meg tudjuk érteni, igen. A férjeddel vagyunk, úgyhogy akkor a hírek után neki küldjük a következő dalt. Jön Sia és The Greatest. Ez a Sia és a The Greatest. Milyen furcsán hangzani, hogy ez volt Szép napot és a The Greatest, ugye? Hogy a Sia az mennyivel jobb helyette. Jó reggelt, igen, jó vekkert. Igen, és a legjobbat most fognak még jönni. Ó, nagyon jókat küldenek a hallgatóink. Ez itt a Debrecen Rádió, benne pedig a Vekker, 6 perccel múlt el 8:30. Hogy onnan indult a mai beszélgetésünk, hogy mindenkinek megvannak azok a szavak, amiket ha meghal, feláll a szűr a hátán, és igyekszik kerülni őket, de azért néha belefutunk. Én például szörnyűködve hallgattam vissza a tegnapi adást, hogy 50-szer elhagyta a számat az a szó, hogy a párom, a párod, pedig ha valamit nagyon utálok, akkor az ez a kifejezés, hogy a párom. De hát belekúsznak ezek az életünkbe, és én a szókészletünkbe sajnos. Én már ehhez nem szeretnék kommentet fűzni, mert én már elmondtam a véleményemet a párommal kapcsolatban, szerintem nincs ezzel gond. Nézzük inkább, hogy miket írnak a hallgatóink. Gábortól kaptuk egy nagyon érdekes SMS-t. Azt írja nekünk, hogy evvel, avval, ezzel, azzal helyett. Pontosan tegnap egyébként olvastam erről egy cikket, hogy nem feltétlenül rossz. Sőt, az ezzel és az azzal a hibás alak. Mert hogy az ez és az az, az két rendhagyó szó a magyarban. Igen. Ott nem az történik, hogy a toldaléknak az első hangja hasonul a szótőhöz, hanem fordítva, a szótő utolsó hangja hasonul a toldalékhoz, és ezért nem azt mondod, hogy ezben, meg azban, hanem azt mondod, hogy ebben, abban. Meg az ahhoz, és az ehhez. Igen, azt sem azt mondja, hogy az, és az, nincs olyan hoz, szó, hogy ah, és nem ehhez. Azt mondja, hogy azhoz, meg ezhez, hanem ahhoz, meg ehhez. Igen, igen, igen. Úgyhogy az rendhagyó, tehát az eredetileg helyes alak, az az evvel és az avval. Igen. És az ezzel és az azzal az aztán valahogy kialakult, tehát az se helytelen már, mert olyan annyira elterjedt a nyelvben, hogy most azt is elfogadják, de hogy az eredetileg helyes alak a magyar nyelv logikája szerint, az az evvel és az és avval. És azt szívjuk most, és feláll a szőr a hátadon, hogyha meghalod. Nekem nem. Hát én nekem sem szeretem. Bajom. Én sem szeretem, ahhoz képest, hogy tudom, hogy az az eredetileg a helyes. Igen. Az ebben és az abban. Úgyhogy azzal pont nincsen baj, de ettől mondjuk a párommal sincsen baj, az se helytelen, de mégis föláll a szőr a hátunkon, úgyhogy tulajdonképpen értem, amit Gábor. Úgyhogy ebben nem biztos, hogy egyet tudunk most érteni, Gábor. Azt írja meg, hogy az ebben az Dunántúl, nem, ezzel most vitatkoznom kell, ebben egészen biztos, ebben most vitatkoznom kell, hogy az egészen biztosan nem így van, Pesten is hanem ez az eredeti helyes alak.
hogy ebben és abban. Évi üzeni nekünk, utálatos szó, úgymond. Úgymond? Olyan érdekes egyébként, nem? De nekem ezek ilyen annyira általános szavak, hogy nem érzek ingerenciát arra, hogy fel kellene háborodnom. Hát az ugyanúgy, mint hogy nekem a hegykéltől különösebben nincs bajom, de te összerándulsz, ha csak meghallod. Én össze, de akárhányszor kimondtad, így látod, hogy így rezzentem egyet. Na nézzünk akkor egy hegyke SMS-t még egyszer. Sziasztok, az én mumus szavam gyakorlatilag, mert akkor hol az elméletileg, Zsú írja. Hát használjuk azt is, hogy elméletileg. Igen, de ő szerintem arra gondol, hogy amikor ilyen töltelék szóként használod, hogy gyakorlatilag. Hát az elméletileget is ugyanúgy használod. Elméletileg, ugyanúgy töltelék szóként, csak amikor nincs funkciója igazából a mondatban, meg a mondani való hát szempontjából. Hát jó, de hát használunk ilyen töltelék szavakat. Értem, hogy mire gondol. Úgy mond. Gyakorlatilag. Azt nem mondtad az előbb, nem? Akkor azt valaki vagy más is írta. Kérlek szépen. Kérlek szépen. Hát, kérlek szépen, tegnap elmentem. Az nekem tetszik, mert az nekem, abban nekem van egy ilyen kis... Játszadozás, nem? Nem tudom, nekem az így a 30-as éveket, így a szeszélyes évszakok világát idézi, az ilyen bohózatok korát, a 30-as éveket. Kérlek szépen, lementem, nem tudom, hogy... Kérlek szépen, sajókám, elmentem, és ez nekem tetszik. Az nekem nincs bajom. De használod is egyébként ezt a kifejezést, és én kifejezetten szeretem. Igen, szoktam mondani ezt, hogy kérlek szépen. Szoktad mondani. Hát kérlek szépen, ezt meg nem vettem észre. Hát kérlek szépen, igen, és nekem is tetszik egyébként. Hello, nekem az úriember a pusztító, írja Laci. Neked pedig a hölgy. Meg a hölgy. Igen, úriember is. Az úriember nekem az a bajom, hogy azt nagyon sokan ilyen modorosan és rosszul használják. Tehát például, amikor hallok mondjuk egy bűnesetről, és akkor bement az úriember és kirabolta a bankot. Hát az nem úriember, aki bankot rabol. Engem ilyen szempontból idegesít az úriember. Hát valóban sokszor megfeledkezünk arról, hogy mi a jelentése, és teljesen más szövegkörnyezetben használjuk, és ilyenkor zavaró. Meg azt írja a Laci, hogy ugye nekem az úriember a pusztítóról jutott eszembe, vígnapot polgár. Ugye a pusztítóban volt ez a köszönés. Vígnapot, az majdnem olyan, mint polgár. A szép napot. Na, és ezt használják emberek. Na, ez még rosszabb nekem, mint a szép napot. Hát én még nem találkoztam élő emberrel, aki azt mondta, hogy A pusztító című filmben van ez a köszönés. És így az életben még nem találkoztam vele. És nagyon hallottam már sajnos. Amikor... Jegyzetelek, azt ugye tudod, hogyha haragszom rád, akkor tudom, hogy miket vehetek elő. Amikor keresel valamit, mert meg akarod venni, és már a harmadik helyen mondják, hogy nincs. Ez Tibinek a mumus szava, igen. Ez talán hát így. Akkor menni kell a negyedik helyre, nincs mese. Anita írja, szervusz. Ettől megyek ki a világból. Én meg a szerbusztól. Szerbusz, az meg a másik. Ennek a még rosszabb változata. Szerbusztok, kis pajtások. Gyakorlatilag, tulajdonképpen. Ismerőseim között vannak, akik szinte minden mondatukban elhelyezik. Csilla írta ezt. Igen, nekünk. Ez tényleg akkor zavaró, amikor két mondatonként előjön egy szó. Hát ezek töltelék szavak, amiket akkor használ az ember, amikor gondolkodik azon, hogy mit mondjon, és akkor ezzel időt nyer magának, hogy ilyen szavak. Nekem az effektíve volt egy ilyen időben ilyen. És azt onnan jött, hogy beszélgettünk egy haverommal, és egyszer csak elkezdtem használni, hogy effektíve. Effektíve. És azt vettem észre magam, hogy miért mondom én ezt a szót, és évekig nem tudtam leszokni róla, pedig nagyon idegesített, és próbáltam odafigyelni. Én azt vettem észre, hogy sokszor rám ragadt az, hogy azt gondolom, én azt gondolom, és vaj, pedig ezt sem szeretem, csak így néha kicsúszik. Az nekem nem vészes. Az nekem nem okoz különösebb számba vesz fájdalmat. Ki az és mit akar a számba tenni? Igen. Sanyi írja a klasszikust, de viszont. Ja, igen. Igen, azt nem használjuk együtt, azt tudod, hogy helytelen. Tudom, hogy helytelen, de nem tudom, miért helytelen. Mert mind a kettővel ragadsz. Mert azt mondták. Én azt kristálytisztán emlékszem, hogy nyelvtanórán tanultuk, hogy nem használatos együtt a két szó, hogy de nyelvtanórán viszont. Azért tanítottak furcsaságokat, tehát például a macska fel van mászva a fára. Kikérem magamnak, ami magyar tanárunk egy hihetetlenül intelligens és magyar okosan erő vagy, és én hiszek neki, hogy ez így nem használatos. Például a macska fel van mászva a fára, az se helytelen. Csúnyán hangzik, de nem helytelen. De mert azért, mert azt szokták arra mondani, hogy... Dupla tagadás, de már hivatalosan elfogadott, írja valaki a de viszontra, igen. Már hivatalosan elfogadott? Mert beépült már a nyelvbe. Mondjuk régen volt nyelvtanórám. De csak még egy szóval, a macska fel van mászva a fára, mert az is egy ilyen általános tévhit, hogy arra azt mondani, hogy az azért nem jó, mert az, az germanizmus. De nem. Igen, az angol nem, is használ passzív nem, mert ez nem teljesen ugyanaz a két szerkezet. És ráadásul a magyar nyelvemlékekben hamarabb volt ez a fajta kifejezés, hogy le van festve, meg van írva, meg fel van mászva a fára, mint ahogy mondjuk a németbe bekerült a passzív szerkezet. Tehát, hogy nem mi használunk germanizmust ilyenkor, hanem a németek használnak hungarizmust ilyenkor, vagy magyarizmust. De milyen érdekes az, hogy ki van festve, vagy mi volt a másik, amit mondtál, a hogy macska be van, fel van, vagy be van fejezve, ez teljesen elfogadott, és használjuk. De
nekem ettől is feláll a hátamon a szőr, hogy a macska fel van vászva. Csúnya hangzik. Sőt, én azt is hallom a mai napig, hogy megvan, bocsánat, megvan halva. Tehát, hogyha ha frissen... Csúnya hangzik, persze, csúnya hangzik. Nem is azt mondtam, hogy szép kifejezés, csak a azt mondtam, hogy... Ha hunyt el valaki, akkor van, aki azt mondja, hogy megvan halva. Uh-huh. Igen. És ez is helyes. Hát, tehát nyelvtanilag helyes. Más kérdés, hogy csúnyán hangzik. Jézus. Vagy nem annyira választékos kifejezés. Jól van, nézzük meg, hogy miket küldtek a hallgatóink, de most pihenjük ki ezeket, amikről eddig szó volt, addig itt a Stars on 54. Kedves hallgató, ha megkérdezik, melyik rádiót hallgatja, kérjük mondja minden esetben, hogy kedvencét a Debrecen Rádió FM 95-öt. Köszönjük! 5 perc amúltán 3-4-9, ez itt a Debrecen Rádió, benne pedig a Vekker, jó reggelt és jó Vekkert! Szép napot, Hegyke szép napot mindenkinek! A mai témánk az volt, hogy mik azok a szavak, amikről farra mászunk, hogyha valaki kimondja előttünk, pláne ha mi mondjuk ki, valahogy kicsúszik a szánkon, mindenkinek van ilyen. Hát én szó szerint néha tudnám a falat kapargatni egyébként, amikor olyanom van. Nem sok időnk van már, mert hogy tőled 9-kor el kell búcsúznunk, úgyhogy csak egy szaladjunk végig még azokat az üzeneteken, amiket kaptunk a hallgatóinktól. Lementem a közértbe, ott volt a Sanyi. A Sanyi, gondolom erre gondolom. A Sanyi. A. Meg a közért, hát az egy pesti kifejezés. Igen. A közért, ott a mai napig. És a legrosszabb, hogyha pestivel beszélek, simán átveszem, és azt mondom, hogy ó, tudod, a Viki. Nem tudod, ja, de ez beépült a már a nyelvbe szerintem. Hát azért itt Debrecen környékén. Hát azért, de szerintem ez már most annyira nem üti meg a fülemet, mint mondjuk 20 évvel ezelőtt. Én nagyon ritkán találkozom vele. A Sanyival? A Sanyival. Nem, a Sanyival elég sűrűn találkozom. De hogy egyébként tényleg, tehát hogyha a pestivel beszélek, akkor azonnal, tehát egy percen belül képes vagyok átvenni a ritmusát, és azt mondom, hogy tudod, a Vili, az a Vili. Igen, az a Hegyke. Aha. Irritál, ha azt mondják, nem leszek otthon, csak az asszony, írja nekünk Zsóka. Asszony. Na, igen, hát ennél igen. Már lehet, hogy fokkal jobb a párom is. Az asszony. Az asszony. De lehet ezt is viccesen is mondani, meg lehet bunkón is mondani. Hát jó, igen. Most feltételezem, hogy nem a vicces kategóriát soroltam most nekünk, a kedves hallgató. Aztán Zsolt írja, kerül megrendezésre kerül. Hát azt hogy mondod? Megrendezik? Megrendezték. Az aktív formája, a passzív formája, mint ahogy beszéltük, helyes megrendezésre kerül. Oké, hogy helyes, csak rosszul hangzik. Meg föláll a szőr a hátra. Ezt mondtam én is, hogy én már a 17. alkalommal került megrendezésre, a nem tudom mi szervezésében, a nem tudom mi. De hogyha aktív formában használod, megrendezik, akkor nincs egy hiányérzetet, hogy ki? Hát egy másik szót kell helyette használni. Nem kell ezt mondani, hogy megrendezik. Ma van a nem tudom én mi. Hát ez meg olyan átlagos, ma van. Hát nekem sokkal jobban hangzik, mint az, hogy mit kicsit választékosabb. Rendőr nyelven megfogalmazni. Rendőr nyelven? Hát a rendőr nyelven, amikor ilyen nagyon hivatalosan beszélsz valamit. Értem, de most azt, hogy megrendezésre kerül. Hát szerintem az igen. Megrendezésre került a fesztivál. A fiatalok kérjük, jelezzék abbéli szándékukat, hogy szórakozni kívánnak. Nem? Hát ez körülbelül olyan. Úgyhogy én ezt nagyon értem, az hogy mit mondom. Az abbéli szándék, az szerintem a hallgató mire ici. Gondol. Egy hangyabokányival másabb, mint a megrendezésre kerül. Na, de ne vitatkozzunk. Van még SMS, haladjunk vele inkább. Ez miatt, az miatt, ettől kinyílik a bicska a zsebemben. Ujjjjjjjjj, akkor óvatosan veled. Ez miatt, az miatt. Én ezt Kecskemét környékén hallottam nagyon sokat. Ott ez én teljesen elterjedt. Én nem igazán találkozom ezzel. Ez miatt, az miatt. És ott nekem is nagyon megütötte a fülemet, és nagyon zavart. Aztán, hogy megszoktam, ott éltem. És aztán, hogy megszoktam. Nem használtam soha, mert a mai napig is zavar. De tény, hogy az ott egy élő kifejezés. Hát ez miatt, az miatt. Mi egyébként rájöttünk húgommal, és sokat nevetünk mostanában, hogy mi a toldalékokat is rosszul használjuk. Hová mész? Mamáik. Ezt sokan mondják. Igen. Vagy hol vagy? Mamáik. Nem mamáikhoz megyek, és mamáiknál vagyok. Hanem mamáik. Igen, elmentem mamáiknál. Ezt így mondják. Hogy ezt még nem hallottam. Elmentem mamáiknál. Bizony. Ezt még nem hallottam. Aztán... Vagy odaadnád? Nem azt, hogy ideadnád, odaadnád a sót? Igen, az mondjuk helytelen. Ez például engem zavar, ez téged nem? Tehát ide, hozzám, felém, nem oda. Nem őt akarom megetetni, hanem saját magamat szeretném megetetni, és akkor ide. Akkor megkérlek, hogy ide adnád. Igen, ez csak simán helytelen, de mondjuk ettől nekem nem áll föl a szőr a hátamon. Ettől nem áll föl? Ettől nem áll föl a szőr a hátamon. A nyertes nem más, mint rosszul vagyok tőle, írja nekünk Ernő. Hát ha én vagyok az, akkor nem zavar. Ha te vagy, akkor zavar.
Aztán még egy, csak már haladnunk kell, mert nagyon szorít az idő most már sajnos. Sziasztok! Nem szeretem hallani a szenvedő szerkezeteket, illetve a szevasz-szevasztok köszönést, ezt Kecától kaptuk. Szevasz-szevasztok, ez kicsit olyan, mint a szervusz, meg a szerbusz. Nekem az nincs gondom egyébként. Szevasztok. A szenvedő szerkezetekhez meg megint csak azt tudom mondani, hogy nem szép, de lehet használni. Miért ne? Illetve... engem ezektől a szavaktól sokkal jobban zavar, mikor félbeszakítod a kellemes és bájos hangú kollégádat. Ezt gondolom neked írtek. Pedig most az van, hogy téged most félbe kell, hogy szakítsalak holnap reggelig. Látod, milyen vagy. Látod, milyen holnap vagy. Reggel. Jössz, csak mindig kiderül, hogy gonosz vagy. Nem vagyok gonosz, de néha rohanni kell, meg sietni kell, mert hírek vannak, meg nyilván. Idő van, meg reklám van. Nem, tehát... egyébként akkor szoktál velem gonoszkodni, amikor így belógatod a mézes madzagot, és iszonyatosan kíváncsivá teszel, és azért sem mondod el, csak na majd a hírek után. Majd. Hát, mert sajnos, igen. És akkor itt ülök tűkön, és nagyon várom azt, hogy na vajon mit szeretnél velünk megosztani. Na, hát akkor téged most holnap reggel 6-ig félbeszakítunk, akkor jössz hozzánk legközelebb. Szerintem a nap hallgatójának válaszok meg Marikát, ő írt a szultánás SMS-t. Már megint szultána. Igen, úgyhogy akkor a mai taps az természetesen neki jár. Köszönjük szépen, és hát tényleg mindenkinek nagyon köszönjük, hát szuper üzeneteket kaptunk szerintem. Volt. Köszönjük szépen, holnap akkor innen folytatjuk, Marci, várunk téged holnap reggel 6-kor. Szép napot kívánok mindenkinek. Legyen hegyke napod neked, és én még maradok, és a hegyke Sakirával folytatjuk a hírek után.